Köszöntöm nézőinket, Lipták Péter vagyok, mutatom, mivel készültünk a mai Bonyhádi naplóban. Az Amász gyár történetét mutatja be a kiállítás. Vándor serleggel díjazták a legjobb tűzoltó csapatot Bonyhádon. Akvarellekből nyílt kiállítás Bonyhádon. Képzőművész diákok bemutató tárlata a Vörös Marti Mihály Művelődési Központban. Éremeső a bonyhádi karatésoknál. Több mint 110 éve megszakítások nélkül működik a bonyhádi Zománc gyár. Ennek is a város 45 éves évfordulójának apropójából nyílt kiállítás a Völgységi Múzeumban, amely a kiállított tárgyakon és dokumentumokon keresztül mutatja be a gyár történetét. A tárlatot októberig tekinthetik meg az érdeklődők. A Percel Béla által alapított Zománc gyár még ma is működik Bonyhádon. Magyarország egyetlen működő Zománc gyárában manapság alapvetően háztartási célú zománcozott főző, sütő és kiegészítő, úgynevezett egyéb termékeket gyártanak. Gábor Zsolt, a Völgységi Múzeum muzeológusa, az itt készült táblák és eszközök kiállításán mesélt a résztvevőknek a gyár történetéről. A kiállítás apropóját az adta, hogy 45 éves idén Bonyhád. Korábban már a 18. században rendelkezett mezővárosi státusszal, aztán sajnos visszasorolták nagyközségé, viszont a nagyközségek között kiemelkedő helyzete volt az akkori Magyar Királyság területén. Rengeteg üzem és gyár nyílt itt a dualizmus utolsó éveiben, többek között az 1909 óta folyamatosan működő Bonyhádi Zománc gyár. Percel Béla III alapította Bonyhádi Zománc gyár termékei. Itt elsősorban a 10-es évek elején gyártott utcatáblák eljutottak az akkori Oszmán Birodalomba, Konstantinápolyba, Bursába, Szalonikibe, de itt a kiállításon is látható egy 12. Bécsi, tehát Bécsi 12. kerület, a Meidlingnak egy utcatáblája. Hát ezekkel a táblákkal alapozta meg Percel Béla a gyárának a hírnevét, majd olyan neves grafikus művészt, mint Kertes Kolman Jenő tudott leszerződtetni a 20-as évek végén, akinek a reklám Zománc plakátjai, ugye ezek nem Zománc táblák voltak, hanem a reklám Zománc plakátok, világhírűvé tették a gyárat. Például 1914-ben ők nyerik meg 27 versenyző közül a Frank kávépótlékgyárnak a díjnyertes beszállítói lettek. Bonyhád azonban nem csak a világ hírnevet köszönheti a Zománc gyárnak. És az, hogy Bonyhádon létrejött egy Zománc gyár, csak a véletlen műve volt. Percel Béla III a 1902-ben alakult bonyhádi villanytelepnek volt főbetétese, amit egyébként az evangélikus gimnázium tanára Forberger László alapított. Aztán ő összeveszett főszolgabíróként a főispánnal, és elköltözött Somogy megyei Tabi birtokára. Aztán egy sertéspestis következtében 1907-ben elpusztult a sertésállomány, az jelentős mostani árakon 200 millió forintos veszteség érte. És utána megtudta azt, hogy a villanytelep nem rentábilis, gazdaságtalanul működik, veszteséges. És eladta a Tabi birtokát, azért kapott 1,8 millió aranykoronát, mostani árakon az 3,6 milliárd forint, és abból a pénzből a bankárok és a szakértők tanácsára, hogy a villanytelep működését rentábilissá tegye, nem volt kihasználva, csak kb. 20%-ban megalapította az Ománc gyárat. Dominó gyárat is alapított, de ez csak 4 évig ment. Hát az Ománc az bejött, mert 1909 óta folyamatosan termel az üzem. Ha nem is a reklám Ománc táblákkal, hanem az edényekkel, Dél-Amerikától kezdve a világ minden pontjára szállít. Most a Völgységi Múzeum időszaki kiállítással állít emléket az alapítóknak és mindazoknak, akik a gyár fennmaradásáról gondoskodtak. Régi képek, eredeti dokumentumok és a gyár termékei, Zománc reklámtáblák és edények mutatják be a gyár korszakait. Az érdeklődők a kiállítást októberig tekinthetik meg a Völgységi Múzeumban. 19. alkalommal rendezték meg a Széchenyi Ödön diák tűzoltó versenyt Bonyhádon, ahol a Tolna megyei Tűzoltó Szövetség mellett a Bonyhádi Önkéntes Tűzoltó Szövetség is segítette a szervezők munkáját. Aparhant, Kurd, Nagymányok, Zomba és Bonyhád csapatai képviseltették magukat a megmérettetésen, ahol elméleti és gyakorlati tudásukról is számot adtak. A verseny legérdekesebb feladata a tűzcsapról szerelés volt. Az online és papír alapú elméleti teszteken kívül gyakorlati feladatokat is meg kellett oldaniuk a 19. Széchenyi Ödön tűzoltó versenyen induló diákoknak. A bonyhádi megmérettetésen 5 település, 9 csapata indult, ahol a legjobbak jutalma Vándor Serleg volt. Két év kihagyás után 19. alkalommal
sikerül megrendezni ezt az eseményt, amelyet iskolánk névadójának fiatalabbik fia, gróf Széchenyi Ödön tiszteletére rendezünk meg minden évben. A mai eseményen 5 település, 9 csapata vesz részt. Nagy öröm számunkra, hogy nagyon sok embert, diákot, felkészítőt, önkéntes és hivatásos tűzoltót megmozgat ez a rendezvény. Széchenyi Istvánnak a gyermeke volt Széchenyi Ödön, akiről sokan tudják, hogy Magyarországon a tűzoltóságot gyakorlatilag ő szervezte meg. Talán kevesebben, hogy Törökországban is a szultán felkérésére ő hozta létre a tűzoltó egyesületet, és a modern tűzoltóságnak az alapját ő teremtette meg, ezért a pasa címet meg is kapta, és érdekesség, hogy elmondások alapján ő az első, aki keresztény hitüként megkapta a pasa címet. Itt jelen pillanatban 9 csapat versenyzik egymással, és azt gondolom, hogyha túl vannak az elméleti és a gyakorlati részen, akkor boldogan emelhetik magasba a kupát, amit reményeink szerint a bonyhádiak nyernek el, de természetesen, ha másik csapat lesz az első, annak is gratulálunk. Gergelics István, a Tolna megyei tűzoltó szövetség elnöke elmondta, a játékos feladatok célja, hogy megismertesse a gyerekeket a tűzoltás szabályaival és menetével. Mint minden szervezet, ugye a hivatások és önkéntesek is utánpótlás gondokkal küzdenek, és talán így ezekkel az ismeretekkel, ha lehet, hogy nem is lesz utánpótlás, lehet, hogy nem mindenkiből lesz tűzoltó, lehet, hogy nem mindenkiből lesz rendvédelmi is, vagy más ilyen elhivatottságú ember, de azért olyan ismereteket szerez meg, ami nagyon hasznos lehet a mindennapi életében, egész élete folyamán. Na most hát, mivel úgy gondolom, hogy a megyében nagyon sok kis település van, ahol vagy nincs önkéntes egyesület, mert sajnos a 109 településből csak 23-24 településen van önkéntes egyesület, hivatások ugye elég messze vannak, és lehet, hogy szükség lesz arra a tudásra, amit egy gyerek itt megszerzett, hogy hozzá mer nyúlni egy tűzcsaphoz, tudja, hogy a tömlőnek melyik végét hova kell rakni, mit kell rátenni, egy sugárcsövet kell rátenni, tehát akár esetben be is avatkozhat, persze nagyon kell vigyázni a saját magára, meg a másokra, mert hát azért ez egy nagyon veszélyes történet. Miklós Roland, a Bonyhádi Önkéntes Tűzoltó Szövetség elnöke úgy nyilatkozott. Önkéntesnek lenni megtisztelő. Rászoruló embereknek segítséget nyújtani pedig kiváltságos dolog. Minden évben nagyon szívesen jövünk, segítünk mind a diákok felkészítésében, mint mindenben az iskolában, és nagyon szívesen részt veszünk itt a hármas iskolában is, mint más minden egyes iskolában, így a gyerekek szórakoztatására. Ez nem csak a gyerekek szórakoztatása, hanem szeretnénk egy kis utánpótlást a diákoktól, gyerekektől, hogy miért is jó az önkéntesség. Én úgy gondolom, hogy annál nagyobb öröm, mint amikor nem csak önkéntesként, hanem bármilyen szervezetnél, vagy bárkinél, ahol máson segíteni tudunk önzetlenül, én úgy gondolom, hogy annál nagyobb öröm, és annál nagyobb dicsőség nem létezik. A résztvevő csapatok a tűzvédelmi és a gróf Széchenyi Ödön életével kapcsolatos elméleti kérdéseken kívül gyakorlati feladatként a tűzcsapról való szerelést mutatták be. Színfolt. Ezzel a címmel nyílt bemutatkozó kiállítások a Bonyhádi Petőfi Sándor Evangélikus Gimnázium és Alapfokú Művészeti Iskola képzőművészeti tanszakán tanuló diákoknak. A tárlat június közepéig tekinthető meg. Félek még, reménykedem. Ez a megtartó irgalom, a gondviselő félelem kísértett kiutamon. Igazán színes és nagyfokú kreativitásról árulkodó gyerekrajzok díszítik a Bonyhádi Vörös Marti Mihály Művelődési Központ kiállító termének falát. Első alkalommal mutatkoztak be ugyanis a helyi Petőfi Sándor Gimnázium és Általános Iskola képzőművészeti tanszakának diákai a közönség előtt. Szerintem a rajzok mindegyike a miénk közül, mondhatjuk azt, hogy első alkalmak. Első alkalmak, mert először találkozunk azzal az embernek a pozíciójával, azokkal a fényviszonyokkal, vagy azzal az adott technikával, amivel készítjük. Nekem az egy első szabadtéri rajzaim voltak például azok, amik ott vannak, a baloldali képről beszélek, és ott ugye teljesen más fényviszonyok vannak, mint termen belül.
A képzőművészeti tanszak általános iskola első osztályától fogadja a gyerekeket, de mint ahogy Ádám példája is mutatja, a nagyobb fiatalok is megtalálják a számításaikat, hála a jól képzett oktatóknak. 2019. szeptembere óta működik hivatalosan és bejegyezve. Természetesen az, hogy a covidos időszakban nehézségek voltak, mégiscsak alkotó jellegű műhely munkáról van szó, ami az alapja, azt azért digitalizálni nem nagyon lehet jól, tehát hogy nem tudunk teljes három évről beszámolni, vagy teljesen gömbölyű három évről, de hát lenne az általános iskolában az Anna csinálja, ugye a gimnáziumban én, a hétfő leginkább a napja ennek, amikor estében nyúlóan tehát tartjuk meg azokat a foglalkozásokat, ami a művészeti iskola működése igazából, és az, ami főleg itt a bemutatott képeken azért látszik, hogy elsősorban a tanulmányrajzolás az, ami itt a fő profil lenne. A tanszak keretein belül tehát már 6-7 éves gyerekekkel is foglalkoznak a pedagógusok. Az itt látható munkákat első, második, harmadik és negyedik évfolyamos általános iskolás tanulók, illetve van két ötödikes diákunk készítették, de az alapfokú művészetoktatás struktúráját ismerve mindannyian első évfolyam, tehát alapfokon alapfok vizuális alkotógyakorlat és vizuális alapismeretek tantárgyak keretében sajátítják el tulajdonképpen a képzésnek az anyagát. Na most ezt lefordítva, igen, nagyon nehéz és nagyon jó kérdés logisztikában úgy beépíteni a gyerekek napi rendjébe, hogy hosszú távon, akár egész éven, vagy két éven, vagy több évre szóló képzést tudjon adni, elfoglaltságot. Hiszen én gyakran tapasztaltam, hogy az a kisdiák, aki nyitott a sportra, a matematikára, nagyon jó magyarból, tehát akár reál és humán beállítottságú, ne adj Isten, még zenélni is szeret, és rajzolni is. Tehát ez a gyerek nagyon egy tehetséges, nyitott gyerek, kreatív gyerek, és nagyon nagy összhangot igényel a családtól, hogy megmaradjon valamelyik művészeti terület vagy tevékenység mellett. Nagy lépés volt számomra, hogy több új dolgot megtanultunk, és tényleg is segített nagyon kibontakozni. Így kezdő rajzolóként, egy ilyen kis tapasztalatként, szóval nagyon jó volt számomra, mert egy közösséget is adott, és tényleg nagyon sokat tanult az ember ebből. Mi egy ilyen kis körben ülünk mindig egymás hegyén hátán, hogyha lehet ezt így kifejezni, és így tudunk ellesni egymástól esetleg praktikákat, technikákat, és így is gyűjthetünk tapasztalatot, hogy más hogy csinálja, segítünk egymásnak esetleg kérdésekben akárhogyan. Szóval ez mindenképpen tanulunk pedagógusoktól, és egymástól is mindenféleképpen. És közben így magunktól is jövünk rá rengeteg dologra. A Bonyhádi Diákok kiállítása június 15-ig tekinthető meg a Vörös Marti Mihály Művelődési Központban. Nyári pillanatokat örökítenek meg azok az akvarelfestmények, amik Bonyhádon a Sojmár Imre könyvtárban tekinthetőek meg. Steki Zsuzsának ezúttal nem a tűzzománcból alkotott képeit csodálhatják meg a látogatók, hanem a tengerparti és a balatoni nyaralásai alkalmával vászonra vetett tájképeit. Hát érdekel egy pár vitorlással, kis borongós éggel. Szerettem ezt a hangulatot. Ez abszolút kikapcsolódás. Ez teljesen pihenés, abszolút. Hát ahogy így pihenni zománc műves. Stekli Zsuzsa kiállított akvarell képei közül épp azt mutatja, hogy melyik az, amelyik igazán közel áll a szívéhez. Az összes alkotás a nyár hangulatát idézi, gyönyörű pasztelszínekben örökítette meg a balatoni tájat, vagy épp egy horvátországi kisváros részletét. Bár a tűzzománc alkotások készítése a szívecsücske, a nyarat mindig festészettel tölti, mint mondta, ez számára kikapcsolódás immár két évtizede. Valamikor 2001 táján meghívtak a Tamási Művészkertbe, ahol mindenki festegetett. Hát valamit csinálni kell nekem is, vittem magam a legkis vászontarisznyát, kis akvarelfestéket, és elkezdtem nagyon dilettáns módon akvarelképeket csinálgatni. Hát ennek már 20 éve, és igaziból én tényleg csak nyáron pihenésként csinálom, ha nyaralni megyek, viszont magam a kis batyumot.
az elmúlt 20 évben kezdtem, és azt hiszem, hogy talán ma már ez is vállalható. Sokat tanultam művésztelepeken, kedvenc mesterem, Kedves István Mohácsi festő volt, akitől az úsztató technikát tanultam meg, ami egy fantasztikus szép műfaj. Hát én még ott nem igazán tartok, ahol ő, de nagyon szeretnék afelé menni. Aztán van egy szárazabb technika, többféle módon lehet dolgozni. Ez akkor elég gyors műfaj, mert hogy a papír teljesen bevizezem, és mire a papír megszárad, addigra készen kell lennie. Mert ha újra vizezem, akkor annak már olyan döglött, erőltetett íze lesz. Tehát egy fél óra maradt maximum, és akkor készen kell lennie. Van, aki más technikával, tehát utólag is vizezi, és újra szárazon, és megint rámászik. Az egy más technika, én nem szeretem, én szeretem hazafordul friss. Zsuzsa elmondta, hogy a vizek szerelmese, így a legtöbb képen visszaköszön a Balaton vagy az Adriai tenger. Eleinte ugye a Tamásiban kezdtem, ott a parkerdőben van egy kis tó, aztán Annafürdőn van egy kis tó, ott is festegettem, vagy Baján a Dunát festegettem, dunai csónakokat. Aztán voltam Tiszatúrán, Rotary Klubbal, ott a Tiszát festegettem, csónakokat, mindenképpen a vizeket festegettem. És amikor eljutottam 2006-ba az Adriára, hát igazán ott találtam magamra. Az Adria színei, azok a mediterrán növények, meg az egész mediterrán hangulat, igazából azt fogott meg, és aztán akkor kezdtem igazán jó akareleket csinálni. Ez mind a helyszínen készül, tehát viszem a kis vászonbatyumot, és párnámat, nincs festőállvány, leülök a földet örökülésbe, ölem be a tábla, illetve a tömb, ahogy éppen alakul, és ott a helyszínen, mikor ahogy más kattogtatja a fényképezőgépét, én gyorsan festek egy akvarellt. Ott a helyszínen. Tehát itt minden teljesen helyszínen készül. Az Adrián voltam, olyan szerencsém volt, 12 év alatt 18-szor a Várszigeten. Ez egy meghívásos művésztelep volt, tehát többször megcsináltam ugyanazt a témát, mert annyira szerettem, annyira adta magát. De mindig más lett belőle. Más a hangulat, más időpontokban, más volt az ég, vagy égszínen, mindig más lett belőle, és mind jó. A kiállított festményeket a Bonyhádi Solymár Imre könyvtárban lehet megtekinteni. A hagyományosan 3 évenként megrendezett születésnapi kiállítása idén decemberbe kerül sor. Itt olyan tűzománc alkotásokat tekintetnek meg a látogatók, amiket az elmúlt 3 évben készített a képzőművész. Óriási sikereket arattak a Bonyhádi Olyama Karate Sport Egyesület fiataljai az országos diákolimpiai döntőn. A több száz fő részvételivel megrendezett viadalon a csapat 5 fővel képviseltette magát, 4 dobogós helyezésekkel térhettek haza. Szokásos heti edzésükön vesznek részt a Bonyhádi Olyama Karate Egyesület sportolói. A fiatalok május 14-én többszörös sikerekkel tértek haza a Debrecenben megrendezett országos diákolimpiai döntőről, ahol Kyokushin karate sportágban méretették meg magukat. A közel 400 fő részvételével megrendezett viadalon a Bonyhádi csapat 5 fővel képviseltette magát, Illés Dóra második helyezést szerzett a rangos versenyen. Hát nehéz persze, de készültünk rá. Már januártól elkezdődött a versenyfelkészülés, futottunk, állóképességet fejlesztettünk technikailag, próbáltunk rá készülni, minél színesebbek legyünk. És hát nehéz, amennyire nehéz, de úgy érzem, hogy felkészültek voltunk. Még nagyon kis körömbe választottam el, szóval annyira nem emlékszem, de hát így nagyon megfogott ez a környezet, meg így utólag rájöttem, hogy ez nagyon színes sportág, és nem csak a testet edzi, hanem lélekben is sokkal erősebb lettem, és így megragadt. Nyitrai Noel a versenyen egy nagyon erős mezőnyben több küzdelmét kiütéses győzelemmel aratta, 2 küzdelmét pedig többszörös hosszabbításban nyerte meg, egyértelműen meggyőző fölénnyel jutott fel a csúcsra. Nehéz megmérettetéseken mentünk keresztül, nagyon koncepciózusan készültünk fel, megvolt a koncepció, hogy mit, hogyan és hogyan kell csinálni. Hát segített ugye az edző is, nagyon sokat tett hozzá. Én is küzdelembe, serdülőkorcsoportban. Nekem, én úgy éreztem, hogy nehézek voltak a küzdelmek, de túl tudtam lendülni a következetes felkészülés miatt. Novemberben volt egy országos verseny, ahol full kontakt, ez azt jelenti, hogy kevesebb védő van rajtad. Ott ugyanúgy első lettem, de arra is nagyon sokat készültünk, és remélem, hogy egyre több verseny lesz, ami meg tudom méretetni magam. Minél több verseny, és
ugye minél több helyezést próbálok elérni, készülünk folyamatosan, és remélem lesznek sikereim, és szeretném, ez az egyesület, ez nagyon jó, amivel edzem. A szép sikereket rengeteg edzés és tudatos felkészülés előzte meg. Nem csak erre a versenyre, hanem ez egy tudatosan felépített, koncepciózus dolog. Mondhatom azt is, hogy egy folyamatmenedzselésről van szó, amely évek óta tart. Évről évre építkezünk, a Covid ellenére is. Próbáltunk minél nagyobb edzésszámmal észszerűen dolgozni. Az edzési évünk vissza van bontva edzési időszakokra, őszire, térre, tavaszira, itt tulajdonképpen a tanévhez igazodóan. Mindig valami központi témában mélyülünk el, és azt fejlesztjük, és igazítjuk a versenyekhez. Sajnos így a Covid miatt ki is maradtak versenyek az elmúlt időszakban, tehát tulajdonképpen itt most indultunk ezzel újra neki, de talán látszott az, hogy nem tétlenkedtünk, és így ezek a sikerek tényszerűen ezeket visszaigazolják. A Kyokushin karate már a 80-as évek elején létezett, és azóta is jelen van Bonyhád életében. Sajnálatos módon 14 éves koromban, amikor én elkezdtem karatézni, 14 éves koromban már edző nélkül maradtunk, így én megpróbáltam édesapám segítségével összefogni a csapatot, és 18 évesen frissen, amikor feketőövet szereztem, és edzői végzettséget, akkor alakítottam ki ezt a nagy lépcsőzetes sem felépülő társaságot. Tehát közel 100-an voltunk, most ennyien nem vagyunk, mert ez egy kezelhetetlen létszám, pláne ebben a teremben. Itt 60-70 gyermek edz 5 csoportban, korosztályokra és kvalitás szerint bontva. 2004 óta működik a Bonyhádi Olyan Karate Sport Egyesület ebben a formájában, és talán egy év hiány vagyunk itt 20 esztendeje ebben a teremben. A fluktuáció az elmúlt években minimalizálódott. Mi azon kívül, hogy edzéseket tartunk, és rengeteg edzésszámban működünk egy héten. Hétvégén is vannak edzések a versenyzőknek. Ez mellett nagy hangsúlyt fektetünk a csapatépítő programokra. Kirándulások, Balaton, körbebicajozások, különböző szalonasütőgeldések, és így tovább. Edzési időszak zárásaként ezt szoktuk. Legutóbb például Siklóson voltunk, meg a Zengőn voltunk és kirándultunk, hogy egy jó közösség jöjjön létre, és ez az erős közösség, ez úgy látszik, hogy egész jól működik, és hosszan itt tartja a gyerekeket, mert itt a képeken is látható gyerekek, nem csak a versenyzők, kiskoruk óta itt vannak mellettem, tehát tulajdonképpen óvodás, kisiskolás koruk óta, és valamelyik most érettségizett, valamelyik már egyetemista, vagy a középiskola közepén jár. A tavaszi edzési időszakot az egyesület csapatépítő programmal fogja zárni, aztán újra tatamira lépnek és készülnek majd a vizsgákra, illetve az ősszel megrendezésre kerülő szolnoki megmérettetésre. Köszönöm megtisztelő figyelmüket, viszontlátásra!